Csütörtökön délelőtt kezdődött az a négy napos kosárlabdatorna, amely már 10 éves múltra tekint vissza Székesfehérváron. A 10. Szent István nemzetközi korosztályos kosárlabdakupán olyan csapatok vettek részt, mint a 6-szoros győztes Real Madrid, vagy a tavalyi bajnok Orange One Basket Bassano, de a magyar U16-os válogatott és a helyi kötődésű U16 Selection Székesfehérvár is képviseltette magát. Nagyon örülünk, hogy sikerült a két akadémiával egy közös csapattal kiállítani, hogy a Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia, illetve az Alba Fehérvár utánpótlása közös csapattal állt ki. A B csoportban játszottak. Azt gondolom, hogy helytálltak, küzdöttek, egyelőre még győzelem nélkül állnak, de szerintem nincsen szégyenkezni valójuk. Fontos volt, hogy minden játékos a korosztályban lehetőséget kapjon, és az edzőknek is sikerült ebben megállapodnia. Szerintem remélem nagyon, hogy sokat tanultak a tornából, és hogy pozitív élményekkel távoznak majd. Molnár Máté hozzátette, hogy a rangos nemzetközi torna a város szempontjából is kiemelt jelentőséggel bír. Ezzel a város mindenféleképpen a nemzetközi kosárlabda térképen szerepel, ugyanis az esemény a FIBA-nak az utánpótlás naptárjában is ott van, illetve Európán belül számos nemzetközi torna és rendezvény van, amelyeket a legnagyobb akadémiák rendszeresen látogatnak. Ez 3-4 tornát jelent évente, és a Szent István torna és Fehérvár ezekben a versenynaptárban ott van a legnagyobb akadémiáknál. A 10. Szent István kupa döntőjét ezúttal a Real Madrid korosztályos csapata nyerte 89-86-ra az Orange One Basketball Szánó fiataljai ellen.